Viszont a Szetrénk is, és Szetrénk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban itt vagyunk a saját farmunkon, meg igazából lesz is egy saját farmunk, meg minden, és már itt is vagyunk, ennyi a lényeg, és ha most tetszik az ötlet, gondolkodok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Nézzünk körbe, mert nem tudom, ebben a százat még így nem láttam. Vannak itt ládák, amik nagy részt üresek, sőt nem nagy részt, eddig mindegyik üres volt, amelyiket megnéztem. Ez mi? Ez egy crafting table? Oké. Okay. Csak már annyira fura ez a texturepack. És, ja, most farmászkodni fogunk így a Minecraftba, de nem úgy, mint ahogy ti azt elképzelitek, hogy jaj, előveszem a kapát, és akkor ott elkezdek kapálni. Nem! Hanem igazi, rendes farmoskodás a Minecraftban. Pontosan. Na, zárjuk is be az ajtót. Itt van a farmunk. Itt van Clyde. Azt mondja, körbe mutatja a farmot, kövessem őt. Ő pedig Clyde. Oké, én követlek Clyde. Ez itt micsoda? Az itt a tanár, tanuló. Ó, ez itt az ilyen zöld ház, vagy üvegház, nem tudom. Jó. Oké, itt kell valamit megnézni. Azt mondja, hogy vigyázzunk a patkányokkal, mert hogy régen volt használva, és itt tudjuk az első növényeinket megszerezni. Ez itt micsoda? Ez micsoda? Opa. Ezt lehet nem kellett volna kiütnöm. Lehet, ezt se kellett volna kiütnöm. Jó, mindegy. Ezt engedjük el. Ott a víz, minden izé, ezek a ládákban nincs semmi. Oké, Clyde, gyere vissza. Clyde! Ja, itt van. Bocs. Csá, Clyde. Amúgy miért nézek ennyire gyökérül? Tehát, hogy nézzétek meg. Na, ne siess annyira. Egy foga van. Ó, itt a csirkeol. Ó. Mi az Isten? No, mennyivel más, hogy néz ki így a csirke, hogy át van textúrázva, és mennyivel realisztikusabban néz ki? Na, mindegy, ez komoly, oké? Hogyha itt vannak csirkék, ó, közben itt van nálam egy kapa, ez eddig is itt volt. Nem tudom. Mindegy, ott vannak a csirkék, és a ilyen... hogy hívják, az ilyen dropper, a... ilyen kis izé, cső, az majd összeszedi, ó! Itt egy patkány. Jó. Azt mondja, hogy ez itt az ilyen istálló, vagy nem tudom, hogy mondjam. Ebben van neki kb. Mindenféle más állat. És a teheneket úgy tudom... Jézusom, de ijesztő ez a tehén. Ugye te most nem bántasz, mert úgy indult megfelém ezek a szarvak, mint hogyha egy bika lett volna. Csak azért tudjuk már, hogy ő még mindig egy tehén, nem egy bika. Ez is egy tehén, csak ez ilyen kedvesebb fejű, meg ilyen idiótabb fejű is, már nem azért. Azt mondta, hogy úgy tudjuk az tejéneket szaporítani, hogy adunk neki szalmát. Jó, van nálam most már egy póráz is. Milyen állataink vannak még, vagy csak tehén van? Nem tudom. Most inkább csak így nézek be. Itt sincs semmi. Itt sincs semmi. Oké. És ezzel mit csinálja? Ezt itt toljam be a tehénnek? Jó van. Gyere. Gyere, tesó. Tesó, gyere. Nem félsz ki az ajtón. Ó, te szerencsétlen. Akkor ezt hozzam be? Ezt így be tudom hozni? Mi az Isten csinálsz? Fúj! Vagyis hát így jó, így természetesen nem fúj, de hogy... Na, ide trágyázott. Ami jó, hogy tudok trágyáztatni meg mindent. Na, egyed. Vagy ez most... Mi? Mi van? Most... Mi lett a fejével? Haló? Haló? Visszanőtt a feje. Na jó, ez elég komoly. Elég bagos. Jó, mindegy, követlek, Clyde. Mi a következő hely, amit látnom kellene? Ami miatt nem engeded, hogy a saját farmomon körülnézek. Saját magam. Én akarok körülnézni, nem Clyde-ot akarom, hogy körülnézem, mert te már tudod, hogy mi van. Jaj, komolyan mondom. Mi van itt? Ó. Ó, itt lehet cserélgetni. Oké. Azt mondja, hogy velük lehet cserélgetni. Oké, ő trader.
ő grócer, tehát hogy neki kell adni, így, és ő ad cserébe nekem 4 darab coint. Ebbe meg vannak ilyen könyvek, ami engem nem érdekel. Vannak itt ládák, te mi vagy? Te a rancser vagy, ami nem tudom micsoda. Mechanista, traktor, micsoda. Planter tró, micsoda. Na jó, na jó. Oké, mi van? Mondjad már, Clyde, hogy mi van. A lényeg az, hogy amúgy lehet venni traktort, meg tudjátok, ami volt a Verdákba. Nem tudom, ki látta a Verdákat? Ugye a Villám megfényes mesét, így lehet, hogy névre nincsen meg. Volt benne az a nagyon nagy traktor, attól én úgy féltem, ne! Clyde azt nem mondta, hogy nekem van egy saját traktorom, amit én most tudok használni. Clyde, nagyor, egy fog, egy fogad van, azt is tombolán nyerted. Kérlek, és működik a traktor! Ne! Ez nagyon komoly, és rendesen így rezeg. Na, és akkor ezt így ez leszedi. Vagy nem. Vagy mi van? Oké. És most ezzel én mit csinálok? Mondjad, Clyde? Most ne induljál el, én akarok traktorozni. Clyde! Szerencsétlenség! Ó, hogy Clyde... Miért nem ejtettek le gyerekkorodba, komolyan mondom már. Na, mutassad már, mi van? Vagy most te hova mész? Vagy most már nem kéne követnem téged? Clyde! Clyde! Fú, de utálom Clyde-ot. Srácok, verjük meg Clyde-ot majd, hogyha végignyomta ezt a tutoriát, mert most nagyon idegesítő, nem csináltok azt, amit akarok. Mondjad már, hogy mi van. Clyde, beszélj! Eddig is beszéltél, komolyan mondom. Ó. Oh. Azt mondja, oké, most már végre csináltok, amit akarok lényegében. És ide kellett volna hoznom a traktort, szóval mehetek vissza. Jó, most már maradjál csöndbe. Most már nem érdekel. Na, és ő ilyenkor amúgy hova megy? Így ott marad, jól van. Oké, mi? Vagy csak szeretnél titeket is megkérdezni, hogy én a Minecraftban vagyok-e? Első kérdés. Mire szerintem igen a válasz. Másik az, hogy azok ott madarak-e a Minecraftban? Mert ha igen, akkor az azért elég komoly. Jó, közben el kell hoznunk a traktort oda, ugyanis ott kell használnunk a traktort. Nem tudom, hogy akkor miért itt van a traktor, hogyha ott kell használni. Na mindegy, de annyira lassú ez a traktor, úristen. Komolyan mondom, nem lehet inkább tolni ezt a traktort? Mert ez így oké, tök vicces, meg tök jó, hogy ez így a traktorvilág, meg hogy mit tudom én mi, de... Háj! Jó van, mindegy, elengedtem a témát. Mindegy is. Menjél már egy kicsivel gyorsabban, Istenem! Kérlek, egy picivel! Kérlek! Egy ici, picivel gyorsabban. Ez annyira lassú. Nem tudom, a lasszóval magamhoz nem. Hú, semmi baj, srácok! Akkor ez itt most az izgalmas videó, ahol traktorozunk. Én se így terveztem. De hát Clyde áthúzta a terveimet, és azt mondta nekem, hogy traktor kell, és itt most megyek gyök-2-vel a traktorral. Hú! Komolyan mondom. Nem, én mindig nem is panaszkodok, nektek kell panaszkodnotok. De azért remélem, annyira nem unalmas a videó. Írjátok meg kommentben, unalmas a videó, vagy nem unalmas a videó. Mert az oké, hogy újdonság, meg minden. De ez a traktor, ez ennél 8000-szer jobb, még a csille is. Hogyha én most oda megyek ezekre a földekre, és ez a traktor nem kezd el valamit nagyon gyorsan csinálni, akkor szerintem én kilépek a játékból. Tehát akkor récskvitelek, az biztos. Na, gyerünk, menjünk oda. Így, és ezen kezdjen el valamit csinálni. Jó, elkezdte végre így beszántani a földet. Így megfogok, és driftelek a traktorral.
megfog, így akarok egy ilyen területet, ahol így körbe így mindenhol olyan legyen, megfog és zsám, megfog és bám, körbe driftelek. Mégis olyan, akkor annyira gyorsan tud mozogni, amikor driftel. Jó, mindegy. Szerintem ez a videóból ennyi elég is volt, ezt igazából majd még folytathatjuk, mert amúgy szerintem nagyon menő. Vagy ez ilyen pati szerint működik. Itt van, itt is van a naplemente, amúgy nem tudom, hogy tudták ezt megcsinálni, hogy ennyire szépre ezt a naplementét. De mindegy, ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, akkor mindenképpen dobjátok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Kis voltam, és ez volt a Farmom. Szevasztok!